Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, 1v1 technikák 6. rész. Megint csak elmondom, hogy aki nem látta az előző részeket, vagy csak úgy belecsöppent ebbe a kis videóba, Klavi barátommal 1v1 technikákat mutatunk be, vagy legalábbis igyekszünk 1v1 technikákat bemutatni. Melegen ajánlom, hogy nézzétek meg az előző részeket is, mert az egész képnek csak úgy van értelme, és csak úgy értitek, hogy mi a jó Isten folyik itt, és hogy mi a jó Istenről próbálunk mi itt magyarázni, vagy próbálok én itt magyarázni. Nos, megszületett az első döntetlen meccsünk, eddig mindig valamelyik meccsen ő vagy én nyertem, de megszületett az első döntetlen meccsünk, MV2, hatalmas laggok közepette, hatalmas fight közepette, csináltunk egy ilyen fantasztikus döntetlent. A következő meccse, amit látni fogtok Klavi szemszögéből lesz, mert az én szemszögem természetesen a Shadowplay egy nagy, fekete, foltot rögzített, ahogy eznek lennie kell, pedig ott lett volna az a lényeges technika, amiről beszélni szerettem volna, de így is arról fogok beszélni, így is arról a technikáról fogok beszélni. De hát legalább a videó rövidebb lett, nem? Szóval live-ban azt a játékot fogjátok látni, azt hiszem el is mondom live-ba is, hogy gyakorlatilag mi a technikám, észre is fogjátok venni. Illetve hát gondolom Klavi szemszögéből nézve valószínűleg egy kicsit élménydúsabb a játék, mert a technika, amiről ebben a részben szeretnék beszélni, az eléggé unalmas nézni, hogy őszinte legyek, természetesen. Tehát nem beszélve arról, hogy a pályaválasztás viszont az érdekes volt. A rundown-t választottam én. Ugye Rundown a neve az MV2-es pályának, ahol van a folyó középen és három híd, Rundown, azt hiszem, és Klavi választotta a Terminált. Nagyon örültem neki, amikor a Terminál, kicsit rátérve erre a játékra, nagyon örültem neki, hogy a Terminált választotta ki, mert az egy kétesélyes pálya. Ezen a pályán lehet taktikázni, de lehet rusholni is, úgyhogy nagyon-nagyon paráztam, hogy nem egy olyan pályát fog berakni mondjuk, mint a Rust, és akkor, ahol bemelegítettünk, és masszívan kikaptam természetesen, mert jobban lő, mint én, és gyorsabb. Úgyhogy nagyon-nagyon paráztam, hogy nem egy Rust, ez jó, azért megegyeztünk, és nagyon mondjuk másik kis pályától, mondjuk, hogyha nem is tudom, milyen kis pályák vannak még, vagy nyílt pályák, High Rise-ot rakott volna be, ha bár ott lehet, hogy az is kétesélyes pálya. De MV2-ben nem is igazán vannak olyannyira kis pályák, ahol ki tudná használni azt a nagyon durva előnyét. És ugye kiválasztott a Terminált, ami kétesélyes pálya, és hihetetlenül meg is mutatkozik, hogy kétesélyes, hiszen döntetlent játszottunk, mert ezen a pályán jelen van a technika, a trükközgetés is, és jelen van a rush is. Nem tudsz túl sok helyre elbújni, de nem tud kihasználni azt a kemény rás oldalt sem, úgyhogy ezért is született döntetlen, azt hiszem, szóval így teljes mértékben így a két játék stílus hihetetlenül ki tudja egymást oltani, milyen tűzési jég című történet, és mostanra, hogy ilyen idősebb fejjel játszom, és valamikor fiatalabb koromban én is úgy játszottam, mint Klavi, mostanra esik le, hogy a nagy öregeknek miért sikerült mindig olyan statokat csinálni, hogy így leesett az állam, szóval ilyen hihetetlenül magas KD arányt hoztak le egy meccsben, és azért, mert hogy annyi ha olyan pálya volt, akkor annyira ki tudták taktikázni a fiatalabb forrófejű játékosokat, hogy gyakorlatilag azoknak esélye nem volt. Ha pedig egy olyan pálya volt, ahol a fiatalabb reflex számított, akkor gyakorlatilag ugye vesztett volt az ügyük, és ez mindkettő pályája. És megint csak ugye rátérve kicsit pályaismeretre, válasz olyan pályát, megint csak mondom, tehát válasz olyan pályát, és olyan kodolt, amiben a legjobb vagy. Válasz olyan fegyvert, amivel nagyon jól tudsz lőni, nem úgy, mint én MV3-ban AK-val. Válasz egy olyan fegyvert, és ösztönből, tehát reflexből mind a ketten ACR-t választottunk, és még perkeknek is ugyanazokat raktuk volna be, de nem használtunk perkeket, szóval ilyen promotba toltuk a dolgokat, szóval nem használtunk perkeket. És mind a ketten ACR-t raktunk be, mert precíz, mert gyorsan célozni vele, stb. Pedig a SCAR a kedvenc fegyverem gyakorlatilag MV2-ben, szóval még arról is nem mondtam, hogy a kedvenc fegyveremmel jöjjek azért, mert az ACR-nek egyrészt egy gyorsabb tüzelése van, gyorsabban lehet vele célozni, és
tudtam, hogy a Klavi egy gyorsüzelő fegyverrel jön, és ott le fog körözni, hogyha 1v1 csatára kerül sor, úgyhogy jöjjön ACR, aztán adtunk bele mindent, amit tudtunk. Nos, ez erre a pályára vonatkozó technika, és azt hiszem, hogy nagyon jól megmutatkozik az, hogy kinek melyik kód a favorit, kinek melyik pálya a favorit, főleg pálya, azt kell mondjam, főleg pálya, akinek milyen favoritja van, és hát masszívan kijön az, hogy a két játékstílus, habár eltérő, mégis milyen szinten effektív, úgyhogy megint csak azt hiszem, tudunk odáig lyukadni, hogy a kod egy olyan szintű változatosság és olyan szintű változatos játékosok vannak benne, hogy azt kell mondjam, hogy csak olyan tud létezni, hogy tapasztalt játékos. Tehát van egy játékstílusod, és amellé van egy tapasztalatod, és ha azt ki tudod használni, azt a tehetségedet, akkor elég jó játékos tudsz lenni kodban. Mert azért kodban mindenki volt már első legalább egyszer, ugye vár, de kodban szerezni tapasztalatot, gyorsaságot, pályaismeretet, ahhoz annak időnek és játékidőnek kell eltelnie. Nos, beszéljünk egy kicsit arról a technikáról, amit alkalmaztam a másik pályában, amit Klavi szemszögéből fogtok látni. És az ugye területvédés. Valamikor nagyon régen shotgunnal kapcsolatban csináltam egy ilyen területvédős videót. Ez most természetesen ez egy kicsit más, shotgunnal aktívabb az ember, pubon hero vagy, de itt azért már fosod a gatyát, hogyha arról van szó, hogy lelőhetnek. Úgyhogy a Randall nevű pályán más nem csináltam. Tudtam, hogy Klavi megint csak egy mozgékony játékos, körbe-körbe fog járkálni, körbe-körbe fog járkálni. Mit csináltam Randallon? Kiválasztottam a tipikus útvonalnak a nem tipikus pontjait, és azokon mozgolódtam, de csak egy szektorban. Nem is azt mondom, hogy egy pálya térfélen, hanem egy szektorban mozgolódtam. Ráadásul ugye természetesen a füvesebb szektorban, ahol magasabb a fű, jobban elrejtőzni. Az egy hátrány számomra is, mert nem látok át mindig a füvön, és nem láttam át mindig a füvön, és abban a szempontból macera volt, de volt egy pillanat, amikor Klavi az el is ment mellettem, láttam, és nem lőttem le. És nem volt időm, de igazából lehet, hogy lett volna rá időm, de nem voltam elég biztos magamban. Minek? Ugye az ott a szöveg, és a lényeg az, hogy hagytam, hogy keressem. Nagy pálya volt, hosszú idő is volt, amíg rám talált. Egy volt az állás, az első kilt ő szerezte, eléggé mellélőttem és elbosztam. A másik, tehát én is izgulok, tehát ember vagyok, és azért para van, amikor játszunk. És a másik kill gyorsan sikerült visszaszereznem, egy aféle szerencsés kill volt és egy precíz célzás. És onnantól kezdve ráálltam erre a bizonyos szektorvédelemre, mondjuk itt nem térfélvédelem, hanem egyik térfélnek a szektorára ráálltam, és azt a kis területet védtem, mert megint csak tisztában voltam azzal, hogy előbb-utóbb fel fog bukkani, és ráadásul hatalmas volt a pálya. És tudtam az is, hogy hosszú idő, amíg körbe-körbe-körbe fog menni, lehet, hogy már kétszer is elment mellettem amúgy útközben, de tudtam, hogy előbb-utóbb megint csak fel fog bukkanni, és megpróbál majd lelőni. Szóval tudtam, hogy egy az állás, és úgy voltam vele az előző, vagyis hát úgy voltam vele, hogy hát egy-egy, rámegyünk, hogy belefér az egy-egy, és rámegyünk arra, hogy ha úgy lesz, akkor meg lesz az a második kill is. És beszéltük is ott live közben, hogy mondtam is neki, hogy mondta ő, hogy de hát egy-egy az állás, ez senki nem fog nyerni. Meg mondtam neki, hogy hát figyelj, be fog jönni az egy kill, mert be fog jönni, mert tudtam, hogy egy olyan területen mozgolódok, ami eszébe jut, hogy ott el kell menni, de nem a tipikus útvonalon álltam, és akkor gyakorlatilag meg is történt az, hogy megszereztem a második kill. Egy hihetetlenül köcsög és szemét játékot játszottam, azt a játékot játszottam, ami az 1v1-ezés valójában szól. Nem egy természetesen nem egy Quake Life szinten, mert ott azért elmebeteg dolgok folynak, de ami egy kódban az 1v1-ezés a legköcsögebb, szemetebb, gusztustalabb játék, amit lehet csinálni, azt csináltam, és végül bejött. Mert be kellett jönnie, mert egy viszonylagos
tuti recept, és egy olyan pályán csináltam, ahol tudtam, hogy nekem van előnyöm. Ez a fontos, hogy nekem van előnyöm. Élvezzétek a live gameplayt! Tíz percre rakta? 10 percre, jól van. Alapból annyi van, igen. 75 killt kétlem, hogy elérni. Mi a patch? Mi ez? Beraktam egy Ninja Pro-t, de olyan hangosan lépkedek, hogy ilyet hát meg mert talán nincsenek perkek. Azért lehet. Ja, tényleg. Felejtettem. Mellé lövök. Beizgulok, bazd meg. Nidda. Izgulok. Te is látom, hoztad az AC-t, annak van a leggyorsabb lecélzása a használt rifle-ek közül. Ja. Nem szeretem magát a fegyvert, nem is értem. Ó, oh, azt hittem tovább mentél! Ez szép volt, ez nagyon szép volt. Azt látom, hogy elfutottál jobbra, aztán azt nem látom, hogy megálltál a kocsi mögött. Meghallottalak, vagy megláttalak, már nem tudom. Ez csúnya volt, ez nagyon csúnya volt. Amúgy itt én még nem 1v1-eztem senkivel. 1v2-be. A megtiszteltetés. Hogy kétszer is elfutottál előttem. Igen? Aha. Miért nem lőttél le? Minek? Hát, mondjuk, hogy beved nem az a lényeg. Nem az a lényeg, igen. Ez nem az a játék. Ez nem. És hát egyszer hallottalak, egyszer meg elfutottál. Igazából. És nagyon parázok, hogy hol a faszba lehettél. Én is. Most már parázok, hogy te hol a faszba lehetsz. Az a választás ez nagyon csúnya volt. Nem hiába választottam. Tönkre teszi az idegeimet, ugye vagy itt a sok minden faszom között. Itt húztam le az első 30 nullámat. Szép. A végül is, hát 30 nulla, és 5 másodperccel a játék végén az lelőttek. A szép. Ja, nekem is volt ilyen, nem, hogy egyet haltam ott a végén, ebben a szófárban annyira... volt. Idegesítő volt. Ja. Hát az ilyen. Nekem volt olyan, hogy összeszedtem a nyúkat, tudod, amikor még így nemrég játszottam, szóval így nagy dolognak tartottam. Aha. És így nem tudtam behívni, mert tudod, lejárt a meccs. De ez azóta egy csomó előfordul, de akkor emlékszem, hogy idegbeteg voltam, hogy mi van, soha többet nem lesz nyúkom, mi a fasz? Fú, mikor összeszedtem az első nyúkomat, hallod, az... Úristen, tehát 15 készriket kellett csinálnom gyalog, mert lelőtték a izét. Az igen. A... Harrier. Hogy hívják? A Harriert meg Chopper a helikopteremet, és a izén volt a scrapyardom. Uh-huh. Jó, nekem emlékszem, az első nyugom az vészlendem volt nekem. Hát, ja, hát ott könnyű volt egy időt összeszedni. Yeah. Egyszer kellett egy Harrier, és vége volt a partinak. Igen, hát ez általában így működik.
tudod, a noob-tubbal kezdesz az enemy spawnra, az rögtön egy-két kill. Azt sose csináltam, mondjuk. Afgánom volt, hogy mikor esnéztünk a haverokkal, akkor noob-tuboztunk át az enemy spawnra afgánom, de amúgy nem szerettem a noob-tubba. Amúgy én úgy vagyok, hogy régen, amikor még ilyen kis kezdőjátékos voltam, akkor nagyon szeretem az OP dolgokat. Gondolom mindenki így van vele, aztán így egy idő után nagyon megutáltam, mert mi az, MV3-ban nem is használtam az MP7-et, mert olyan OP szar, hogy így kiközösítettem, vagy ebből rosszul éreztem magam, hogyha azzal mentem. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy... Na, én Core 4-ben nagyon-nagyon gyorsan megtanultam, hogy mit ne használjak. Olyan gyorsan bannoltak szerverekről, hogy... Jó, hát az más volt, hogy nem használhattak. Na jó, de MV2-ből ugye nincs ban, hogyha eredeti játszol. Ja. Jobb is volt az Alter Éves MV2. Igen, azt is nagyon-nagyon-nagyon sokat játszottam. Hol a faszba vagy? Te hol a faszba vagy? Hát én azt nem mondom meg, de te hol a faszba vagy? Kereslek. Egyszer ott megláttalak és nagyon eltűntél. Még szerencsé, hogy nem lőtti hátba. Ezen a pályán aztán kereshetnének rendesen évekig. Ja. Most is arra hajtok igazából. Hát de még egy táj van, még kéne neked egy kill. Nem számít. Az be fog jönni az az egy kill, tudod? majd így be, ha behúzza az idő. Tehát be fog jönni az az egy kill. Amikor megtalállak mi? Akkor már előtt. Így van. Így van, így van. Nem nagyon mozdulok ki, egy területet vizsgálok, úgyhogy előbb-utóbb ide érsz, tudod? Aztán vagy bemakkolom, vagy nem. Ja. Vagy belaggolsz, és visszafordulok, és oda sétálok, amíg te be vagy fagyva, és lelőlek. De én meg nem laggoltam. Nem, én ennek az utóbbinak örülnék igazán. Cheap kills. Hú, mi volt az a fejed? Nem? Jó. Oh. Hopp, most laggolok. Most én is belaggoltam egy kicsit. Na, akkor jó. Ja, igen, engem is dobál össze-vissza. Pedig biztos jó a pingem ehhez a szerverhez. Ez egy köcsök pályaválasztás volt. Ez egy köcsök pályaválasztás volt. Ez van. Így van ez a... Remélem élvezitek, Dekro választotta. Addig is jó témával szolgáltatunk itt nektek. Beszéljünk a csajozásról. Ja. Megmokrom az orrom. Nem ér lelőni. Ebből verés lesz, tudod, ha viszket az orrod. Aha. Hát Klavi, bazd meg. Agyom eldobom. Ah! Tudtam, hogy itt lesz elhátul, te kis kurva, már éreztem, mert minden más megnéztem magad. Aj, de rossz volt. Az igen, 10 percet el is basztunk. Nagyon jó. Hát igen. Mondom, hogy meg lesz. Ja. Két perc van hátra. Ja. Most vagy jól gondolom, hogy hova jöttél, vagy nem. Mhm.
Ez a legszemetebb Rá. módszer, amit lehet csinálni Ez egyébként bukta. 1v1-ben. Ennyi. Random És nét, ments nagyon... meg! És Random. nem. Nagyon-nagyon távol vagy. Ja, akkor másik irányba mentél. Hát igen, most vagy ide jöttél, vagy arra mentél, nem tudom. Én nagyon-nagyon-nagyon távol vagy. Szép. Ez szép volt. Hát ebben ez a... Aaron Jesus. Ez nagyon csúnya vagy. Ennyi, tehát azt hiszem, hogy ez a legtisztább fajta nyerés, amit itt most csináltam. Igen. Rangers lead the way. Na lássuk, mit tudsz ezen a pályán. Hát remélem, hogy ez a mennyire kell kiokoskodjál. Jó. Na hát ezzel számoltam, hogy itt le fogsz jönni, ez az egy. Ja, gondoltál rá, hogy rásolni fogok, mi? Oho! Ja. Az nálad is real? Igen, gondolom, ha te belagolsz én is, hogy valami ilyesmi. Lehet. Ja. Ó, az meg. Dobál össze-vissza. Jesus fucking Christ. The log is... The log is real. Real people. Amúgy kiszülettél ugye az izére? Placra. Nem. Nem? Na, még jobb. Akkor a kis izéhez születhettél, de akkor már jó másik útvonalat választottál, mint amire számítottam. Nem baj, akkor is jönni fogsz, nincs más választásod. Ennyit még én sem kempeltem be az egy játékban. De így nem tudom, hogy ezen a pályán mik az 1v1 izé dolgok, illetve hát ugye általános MV2-be fingom sincs. Hú, de geciélyes vagyok, te Klavi. Jó, ezután akkor kaja. Kaja, kaja, kaja. Na, vajon hova bújhattam, ha? Hát ez az. Mindentől most megint szopom a taktikádat, az a baj. De hallgass meg, Code 4 Crash-en így elbújni, bazd meg. Hát, csináltam volna. Megalázó volt, mint kikapni. Pöcsöm, hát miért nem halsz? Ezt a killcamot, ezt letagadom, sose lőttem ezt. Én is úgy mellélőttem, ahogy te gecéd, ne? Hát ezt a killcamot, ezt letagadom. Nagyon rondán izé mellé lőttem én is. M4-gyel jöttél? Epic. Balfasz Fú, voltam. Ez szép volt, szép ez jó, volt. Ez egy jó kis izé volt. Nagyon beszorultam oda a sarokba, az a baj. Jaja. Ne! Á. Ez nagyon elsiettem, elhamarkodtam. Ja. Játék az idővel megint. Ja. Nem, igazából nem tudom, hogy jó helyen vagyok, eléggé kényelmetlen. Hogy őszinte legyek.
Majd kiderül. Jap, teljes mértékben kifog. Hogy kiugrottál az ablakon? Ja, mert tudtam, hogy valamerre arra Tud, majd. Igen. Csak nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan leértél. Már számítani kell a gyors reakciódra, bazen azonnal izé. Amúgy, ha nem mozdulsz meg, nem veszlek észre. Azt mondod? Ha nem mozdul meg a karaktered, nem veszlek észre, mert arra néztem és nem láttalak. Hallottalak. Hát, nem lát, azt kétlem, meg googoltam. De... Hallottalak, tettél egy hangos lépés. Igen, akkor lehet, hogy droppolt egyet a lépcsőn, vagy ilyesmi. Jaj. Ez amatőr hiba volt. Tudtam, hogy onnan jössz, és mégis így elkúrom. Oj, de gyors vagy! Az anyád kínját! Spoons. Ez szép volt, ez szép volt. No comment. Para. Valóban az. Nagyon sok helyről jöhetsz, az a baj, és mindenhova kell néznem. Kéne. Ez a pálya macera. Nem baj ez. Japp. Nem rossz pálya, de macera. Középen egy kés csata az utcsó killér. Be van lagva a leked a lagpro. Ja, tényleg. Jó. Lagpro be van rakva, akkor nem. Erről most így nem gondoltam, amúgy esküd nem gondoltam bele.
Lakpro ellen nem toljuk. Ja, nem gondoltam bele mondani. Vagy megdöglök, vagy megtalálok, remélem. Nem, vége. Vége. GG! Első draw. Aha.